két vendégem, akik rólunk fognak beszélgetni, tehát a bennünk lévő félelmekről, azoknak a megoldásáról, hogy hogyan tudjuk ezt megtenni. Egyik vendégem Kopornyi Zita, ő pszichológus, és mindig rosszul szoktam mondani, dr. Kovács Szilvia, pszichoterapeuta. Most nem tévedtem. Jó. Oké. Hát ugye erről fogunk beszélgetni. Hogy mennyire is fontos az, hogy mi egészségesek legyünk, hogy a lelkünk az valóban az is helyén legyen, azok a feszültségek, amelyek bennünk vannak, azok felszínre jöjjenek, hogy el tudjuk engedni. És hogyha ezeket nem tudjuk megtenni, akkor igen, komoly problémáink lesznek. És testi tüneteink, betegségek, amelyek, hát úgy lehet teljes egészében meggyógyulni általában, hogyha nem csak a testünket, hanem a lelkünket is kezeljük, és így az okokra tulajdonképpen rájövünk. És ha rájövünk, akkor tulajdonképpen már egy nagyot léptünk abba az irányba, hogy meg is gyógyuljunk. Akkor megkérdezlek először téged, Zita, hogy te mivel is foglalkozol? Én 15 évig alkoholbetegekkel foglalkoztam, és az utolsó 20 évben pedig rákbetegek gyógyítását segített. Hangosabban, hogyha kérhetlek, meg én is, mert most nem működött a mikrofon, hogy a rákbetegek gyógyítását te milyen terápiával is végzel? Két szinten folyik a gyógyítás. Az első az okiterápia, az, amit az előbb említettél, hogy a legfontosabb azt felfedezni, hogy a betegség hátterében milyen lelki problémák, milyen viselkedési minták, gondolkodási minták húzódnak meg. Ebben segítségemre van a szakmám mellett az úgynevezett testszimbolika, hogy mit árul el a betegségünk, ugye, hogy mindegyik szervünk valamilyen szimbólumot hordoz magában, és gyakorlatilag anélkül, hogy ismerném a beteget csak a diagnózisból, nagyon gyorsan meg lehet találni azokat a krízis élethelyzeteket, amelyel küzd a beteg. És hát a 20 éves munkám során nagyon sok emberrel találkoztam, és felfedeztem olyan általánosságokat, amit azt lehet mondani, hogy majdnem, hogy minden rákbetegre jellemző. Ilyen a maximalizmus, ugye csak én tudom jól csinálni, a tökéletességre törekvés, ilyen önmagunk háttérbe szorítása, ezzel párhuzamosan más embereknek való megfelelés, azzal, hogy magunkat háttérbe szorítjuk, nem, az azt jelenti pontosan, hogy nem figyelünk oda a belső szükségleteinkre, nem figyelünk a vágyainkra, a céljainkra, és miután ezekből nem szerzünk sikerélményt, nem szerzünk örömöket, ezért megfigyeltem, hogy pótlásként kifelé igyekszik a beteg megfelelni, igyekszik mindenkinek a kedvébe járni. Ugye addig, amíg egy ember van a környezetünkben, ez talán még talán stressz nélkül működik, de abban a pillanatban, ha 5-6 vagy 10-20 embernek az elvárásaihoz kell igazodni, az már egy kicsit bonyolultabb kérdés. Olyan lehet az ember, mint a napraforgó, hogy mindig éppen annak felel meg, aki figyel. Ezen kívül a konfliktusok kerülése jellemzi, nemet mondási képtelenség, illetve van még egy nagy terület, ezek mind nyilván összefüggnek, de egy másik nagy terület az, hogy önmaga határait általában nem ismerik az emberek. Tehát nem tudja, hogy hol végződik ő, hol kezdődik a másik. Miben nyilvánul ez meg túlgondoskodásba, amikor azonosulok túlzottan mások problémájával, aggodalmaskodom. Ugye ez általában a szülő-gyerek viszonyban figyelhető meg nagyon. Hát ezek az okiterápiák, amelyeket nyilván én itt általánosságban mondtam, ezeket tartalommal megtöltjük a munkánk során, tehát a beteg elmeséli és az ő élethelyzetei megjelennek, hogy
miben is maximalista, vagy miért, hol tudunk azon változtatni, hogy önmaga számára fontos legyen, vagy épp a határait milyen módon tudja tartani. És emellett az okiterápia mellett van egy Simonton házas pár, aki kidolgozott egy módszert, egy relaxációs és vizualizációs módszert, és ez a módszer, ez az öngyógyítás segíti, tehát lemodelezi a szervezetünkben lévő öngyógyító folyamatot, és ezt képalkotásos eljárással felerősítjük a terápia során. Nagyon köszönöm, fogunk még erről beszélni, de most átadom a szót neked, Szilvia. Hogy ugye mindig erről hallunk, hogy ismerd meg önmagad, meg hogy ez milyen fontos, meg... És akkor most mondd el nekünk, hogy miért fontos. Könnyű kis témát kaptam, köszönöm szépen, legyen lozzám bevezetni. Sok szeretettel köszöntöm Önöket. Engedjék meg, hogy én is egy picit a néhány mondatban arról beszéljek, hogy milyen módszerekkel dolgozom, mert az Zitához nagyon jól tudok kapcsolódni ott, hogy ugye a családnál, ahogy befejezted, az én munkám egészen a pöttömöknél kezdődik, mert gyerekterapeutaként is dolgozom. Ez az utóbbi éveknek a termése, ugyanis integratív gyerekterápia végzettségem van, ami nagyon jól hangzik, de ennél sokkal izgalmasabb, és mindezeket megelőzően szexuálterápiával, illetve viselkedés-kognitív terápiával foglalkoztam úgy, hogy eredetileg egy abszolút, bocsánat, hogy ezt a szót szoktam használni, ilyen ortodox orvosi szemléletet kaptam, úgyhogy azért onnan eljutni idáig azért nem volt egyenes az út, eléggé girtbe, gurba és lejtőkkel és völgyekkel, meg hegyekkel teli volt, de pont az Itával beszélgettünk előtte, hogy már nagyon sokszor meg se tudjuk fogalmazni azt, hogy mi van, hanem csak egyszerűen, ahogy dolgozunk, annyira kikristályosodik az, hogy mi az, ami nekem nagyon jól működik, és mi az, amit a pácienseknek nagyon jól át tudok adni. Úgyhogy az itt utóbbi időben abszolút a gyerekek kerültek a fókuszba, ami azért nagyon fontos, mert nagyon sokszor a gyerekek a családban, mint leggyengébb láncszem, elkezdik megmutatni a rendszernek a problematikáját, azt, hogy ez a rendszer valamiért nem igazán oké, és ugye mi első fordulóként a gyerekekkel találkozunk. De hát általában oda jutunk, hogy oké, ez így nagyon szép és jó, de a családdal kellene dolgozni, és nagyon sokszor itt vannak az első gátak, ugyanis ha nincsen önismeret, már ez a végtelenül egyszerű, de számunkra evidens történet, hogy jön a gyerek, és kérem, javítsa meg a gyerekemet, és a következő alkalommal közlöm, hogy nagyon jó lenne, hogyha tudnánk a családdal dolgozni, az ott már egy akkora buktató, hogy ebből tudunk előrébb haladni, és tudunk-e valódi és igazi munkát végezni. Úgyhogy egy ilyen abszolút elköteleződésem az, hogy az önismeretet muszáj gyerekkortól elkezdeni. Nyilván ott kezdődik, hogy most, akik mi itt ülünk, mi szülőként vagy nagyszülőként tudunk a gyerekeknek segítséget nyújtani, de nagyon jó lenne, hogyha föl tudna nőni egy olyan új nemzedék, akinek az már, hogy a táplálkozásra figyeljünk, vagy az, hogy a mozgásra figyeljünk, már azért egy kicsit így rakódik az agyunkba. De az önismeret, a saját érzéseink megfogalmazása, a határaink, a szükségleteink, ez annyira jó lenne, hogyha ezzel, amire mondjuk valaki érettségizik és érett lesz, addigra ezeket az alapvető dolgokat valamilyen szinten megtapasztalja, és utána elinduljon az ő saját útján. Én azt gondolom, hogy a mai iszonyatosan pörgő világban ez egy nagyon jó biztonsági faktor lehetne, hogy tudjuk magunkat. És pont ma kaptam egy nagyon szép SMS-t egy olyan lánytól, úgyhogy így az önismeretről ennyit, hogy ő nagyon régóta dolgozik velünk együtt, mert női csoportokat is tartunk, és azt írta, hogy az összes naplómat összeszedtem, beraktam egy bőrönbe, alig bírtam el, úgyhogy 22 év termését úgy döntöttem, hogy elégetem, mert új életet akarok kezdeni. Hát ennyit az önismeretről, hogy 22 év és indul az új fejezet. Úgyhogy ha rálépünk, én úgy gondolom annyira jó, hogy sokan bólogatnak, mert tudjuk, hogy ha ráléptünk az önismeret útjára, akkor a vég az végtelen, mert onnantól kezdve annyi kapu kitárul, és annyi minden elébünk kerül, hogy csak kapkodjuk a fejünket, hogy Úristen, most mihez kezdjek, vagy mi legyen a következő lépés. Egy fontos dolog, hogy amikor az ember tele van,
akkor ismerjük annyira magunkat, hogy merjük bárkinek és bárhol felvállalni azt, hogy köszönöm. Most egy nagyon picit pihenni szeretnék, egy picit szeretném, ha ülepedne, hogyha egy kicsit integrálódnak a dolgok, és majd folytatom. Mert nagyon sokszor a külső körülmények azok nagyon visznek, darálnak bennünket, de azért kell idő arra, hogy mindez a sok tapasztalat, információ leülepedjen és beépüljön. Ennyi a kérdésre. Hát igen, ugye hát erről lehetne hetekig beszélni, tehát ezzel nincsen semmi probléma. De ami megfogalmazódott itt az én fejecskémben, hogy ugye a mai oktatási rendszerben olyan sok mindent megtanulnak a gyerekek. De ha csak magamból indulok ki, ezzel együtt megkapunk egy akkora nagy darab csomagot, hogy mindent megtesznek, hogy eltávolodjak saját magamtól. Legalábbis az én esetemben így volt. És a saját gyerekeimet tekintve viszont úgy érzem, hogy ha nincs meg kellő szülői támogatás és szülői megértés és együttérzés, akkor nagyon nehéz helyzetben vannak a mi gyerekeink. Mert az iskola még mindig nyilvánvalóan uniformizál és elvárásokkal van telve, és a különleges egyediséget nyilván nem tudja figyelembe venni, és hát úgy nőnek fel a gyerekek, hogy akkor megint hosszú éveket töltenek azzal, hogy ezt a rengeteg-rengeteg gátat lebontsák. Szerintetek mit lehet ennek tenni? A kolléganőm azt mondták, hogy az iskolát kell alapítani, úgyhogy valakinek van hozzá kedve és affinitás, akkor alapítsunk iskolát. Nem, igazából nem tudom, de pont az ITÁ-hoz kapcsolódva az jutott az eszembe, hogy a daganatos betegeknél nagyon sokszor az utolsó pánik az egy akkora erőforrás, csak olyan jó lenne, ha nem az lenne az utolsó erőforrás, hanem lenne egy nagyon tudatos építkezés, hogy nagyon sokszor a csatát nem a technika hiánya miatt veszítjük el, hanem az idővel folytatott küzdelemben, és akkor már minden kinyílik, és minden megfoghatóvá válik, vagy kitárul az út, csak nagyon sokszor akkor már az időfaktor nem tud a kezünkre játszani. És tulajdonképpen ez az a nagyon hosszú út, amíg bármi történik, annyira jó lenne, hogyha csak úgy önszántunkból elő tudnánk készülni bármire, és itt nem muszáj, hogy valaki rákbeteg legyen, hanem akár az anyaságunkra, a párkapcsolatunkra, a gyermekvállalásunkra. Nem tudom, én próbálkoztam azzal, hogy tartsunk előadásokat iskolákba, de egy kicsit azt érzem, hogy hiába próbálkozunk azzal, hogy vigyük be, csináljuk. Szóval az ellenállás, tehát van egy kifelé egy ilyen, de jót csináljuk, és közben valahogy nem fér bele soha sehova. Tehát valahol mélyebben kéne átalakulni, csak ez azt gondolom, hogy akkora nagy falat, és talán akkor megint annyit tudok mondani, hogy szülőként első számú a felelősségünk, hogy talán a személyes kapcsolatban a mi életünkkel, a mi fontossági sorrendjeinkkel és a mi határainkkal tudjuk a legtöbb példát mutatni, ami azért érezhetően már nem elegendő, és hát ugye gyerekterapeutaként én azt látom, bocsánat, annyira Timinek magyarázom, hogy igazából tényleg a gyerekterápiákon azt látom, hogy annyira kreatív, olyan ős erővel rendelkező gyerekek annyira sikertelenek az iskolában, és egyszerűen ilyenkor így meghasad a szívem, hogy Istenem, mivé válunk felnőttként, mert ugye csak a szürke, kibetonozott út van előttünk, miközben dzsungelben járhatnánk, meg virágos ösvényeken, és valahol nagyon-nagyon-nagyon-nagyon éreznünk kéne minden szinten, hogy mennyire változtatni kell. Hogy mi az út, azt nem tudom, mert én idealista vagyok, és azt gondolom, hogy ez működik, de szerintem az egyén az elsődleges út. Igen, hát végül is ennek a rendezvénynek is az a célja, hogy megmutassuk, hogy hogyan lehet másként hozzáállni a világhoz, és hogyan lehet másként önmagunkhoz is hozzáállni. Mert ugye nagyon fontos, hogy hát egyikünk sem tökéletes, és nyilván rengeteg csiszolnivalónk van magunkon, de ezekkel a beszélgetésekkel tehetünk nagyon sokat azért, hogy a saját példánkon keresztül megmutatjuk, hogy én hogyan csinálom. És akkor aki meghallgatja, az talán végig gondolja a saját életét, hogy ő mit tudna rajta változtatni, vagy hogyan nézzen a gyerekére. Mert egész egyszerűen
Én nagyon sok programot tartottam ezzel kapcsolatban is. És van, amikor nincs érdeklődés, tehát egész egyszerűen egy szülő szenved a gyerekével, meg saját magával, meg az egész család életével, de nem hallgatja meg. Tehát ahhoz is el kell jutni egy szintre, hogy én tenni szeretnék valamit, vagy akarjak tenni valamit ezért a dologért, és itt jön be az, hogy akarjak önmagamért tenni valamit. Próbáljam megtalálni az összefüggéseket az életemben, hogy mi miért van úgy. Miért lett beteg a gyerekem, vagy miért fordul el tőlem a férjem, vagy egyáltalán ennek mi az oka, mit kell ebből megtanulni, és nyilván nem a másikat kell hibáztatni, hanem saját magamon, tehát itt jön be az önismeret, hogy találjam meg magamban azokat a megoldandó, hát nem mondom, hát problémának is mondhatom, részeket, amikre rá kell jönni, felszínre kell hozni, és hát a ti segítségetekkel biztosan el is lehet engedni, ugye? Csak én úgy érzem, hogy van, amikor az ember elengedi, és valahogy mindig visszajön, mint egy bumeráng. Ez miért van? Én úgy gondolom, hogy azért, mert nem sikerült elengedni. Mert ha sikerülne, akkor nyilván nem kellene nap mint nap szembenézni. Ezek ilyen modellek, amik mentén éljük az életünket, jó mélyen be tudnak égni. Itt egy kicsit csatlakoznék hozzá, Szilvi, hogy én is azt gondolom, hogy a szülő felelőssége nagyon fontos. Tehát az iskolának végülis az ismeretek tudás átadása elsősorban a feladata, nem biztos, hogy föl tudja vállalni a nevelést. Én nagyon fontosnak tartom, hogy a szülők a gyerekekkel minőségi időt töltsenek együtt. Valamikor egyszer olvastam egy felmérést, hogy mennyi időt töltenek együtt egy nap, amit minőséginek lehet nevezni, és 5 perc volt. Azt gondolom, hogy ez katasztrófa. Tehát az, hogy igen, mutassunk példát a saját életünkön keresztül, tehát azért mi se elégedjünk meg, hogy szép nagyra felnőttünk, felnőttek vagyunk, és innentől kezdve abba hagyhatjuk a fejlődést. Én úgy gondolom, hogy az önismeret fejlesztése, ez egy életfogytos folyamat, tehát az első pillanattól elindul, fogantatásunk pillanatától, sőt, ha még egy kicsit hátra megyek, akkor lehet, hogy még messze, és nyilván akkor fejeződik be, amikor elmegyünk, és hogy olyan példákat mutassunk a gyereknek, hogy igenis mi is változtassunk. Nem az a baj, hogyha mi hibázunk, az a baj, ha ezt nem ismerjük fel, nem ismerjük be, és ezt szerint éljük az életünket. Tehát akkor, amikor például a betegeim, hál' Istennek, jó részük meggyógyul, akkor olyan életviteli változásokon, olyan gondolkodási változásokon esnek keresztül, és azt mondják, hogy az egész családjuk, a család dinamikája megváltozik, hiszen az ő változása hatással van mind a gyermekei életére, mind a férje, a szülei életére. Úgyhogy én elsőként ezt gondolnám, hogy a saját példánk nagyon fontos, és hát a minőségi idő. Én minden krízist kommunikációs zavarnak látok, tehát mindenkinek azt tudom mondani, hogy kommunikálni. A problémát, a gondjainkat, a negatív érzéseinket, tehát mindenről beszélni. Nyilván meg kell keresni, hogy kivel lehet ezt megbeszélni, de hogy beszéljünk róla, és akkor lehet, hogy a bumerán nem jön vissza. És itt jön be az, hogy miután azért nagyon sokunk falakkal van körbevéve, tehát egész egyszerűen nem vállaljuk föl, mi talán senkivel szemben sem, hogy megnyíljunk annyira, hogy őszintén valóban a saját magunkban meglássuk azt, hogy mi is a probléma. Tehát sokszor magunkat is becsapjuk, tehát másokban meglátjuk, de magunkban nem. Ugye, Szilvia? És ugye anélkül nem lehet előrébb jutni, hogy legalább amikor egymagamban szembenézek önmagammal, hogy valóban őszintén meglássam, hogy mi is a probléma. Ez tényleg egy nagyon fájdalmas dolog szembenézni magunkkal, tehát olyan nagyon nem szépen lehet erről beszélgetni, de a valódi mély tartalmakat meglátni, azt nagyon
nagyon-nagyon nehéz, és hát ha tényleg végig gondoljuk, hogy hányszor kell, és milyen helyzetekben védekeznünk, én mindig azt látom, hogy vannak életszakaszok, amikor az a magatartás lehet, hogy nem volt a legoptimálisabb, de akkor életmentő volt. És ezt főleg arra értem, ha mondjuk a gyerekek olyan családban nőnek föl, ahol most nagyon érintve vagyok, mert nagyon sok olyan gyerekkel találkoztam, hogy valami, tehát egy felnőtt ember agya számára szinte felfoghatatlan, amit egy gyereknek ki kellett bizonyos családi körülmények között bírni, és értelemszerűen felépítjük a falakat azért, hogy életben maradjunk. Csak van egy pont, amikor ez a fal már nem véd, hanem gátol. És pont itt van mesterem, itt oldalt, akivel tőle kérdeztem, hogy Sipos doktor, hogy mondom, ezt nem értem, hogyha ott van bennünk a nagy lelkesedés, hogy de mi változtatni akarunk, akkor miért nem működik ez a dolog, hogy lebontsuk, és hogy ott van az ész, meg ott van a döntés, de azért minden tégla annyira fáj. És ugye hát, mint a rák páncélját, amikor levesszük, és vagy a hüllők, vagy a kígyó, az mi hüllő, igen, leveti a bőrét, és akkor érzékeny. Hát ugyanez az érzékenység, tehát valahogy úgy akarjuk ezt megúszni, igen, megvan, úgy akarjuk ezt megúszni, hogy úgy maradjak azon a szinten, és nem megy. Tehát a változásnak az az alapfeltétele, hogy vagyok egy szinten, és most nyilván megfogalmazom fizikai síkon, hogy van egy komfortzónám, vagy egy kényelmi zónám, és ha törik, ha szakad, ha változtatok, ott alá fogok menni. Mert akkor valamit újra kell építeni, és akkor ha önismerettel tesszük, akkor már nem a falakat, hanem magunkat építjük. De mondom, ez annyira szép, de nyilvánvaló, hogy napi szinten, amikor hétfőn, meg kedden, meg szerdán úgy szólnak, úgy néznek a főnököm, a párom, a nem tudom, akkor ez nem ennyire evidens. Tehát amikor így vagyunk, nyilván olyan energetikák mozdulnak, vagy olyan energiamezők indulnak el, ahol ez annyira egyértelmű, annyira érzem, és akkor kilépek, és akkor nem ez a közeg vesz körbe, akkor meg az annyira nehéz. De hogy valahol az önismeret tényleg ebben tud segíteni, hogyha belülről megerősödök, és nem feltétlenül válik népszerűvé az ember, ha önismerettel gazdagítottá válik, mert hogy akkor a kapcsolatok is átalakulnak, az addig működő barátságok meg átfogalmazódnak, az addig működő családi kapcsolatok átfogalmazódnak. Hát, hogyha ezt mondják, hogy ez lesz az eredménye, hogy na változtassunk, és akkor nézzük a veszteségeket, hát nem biztos, hogy bele akarunk menni. Nem megy másképp. És ugye a születés tulajdonképpen ennek a forgatókönyvét hozza, mert ugye a születés, ahogyan születünk, biztos volt olyan, aki már részt vett születéstréningen, ahol rekonstruáljuk a saját születés élményünket, egy gyönyörű forgatókönyv arra, ahogyan a változáshoz állunk, és akkor itt megláttam másik mesteremet is, aki az egyetemen a nőgyógyászati Szabó tanár urat, most nem tudom, valahova elbújt, és hogy nagyon élvezetes, igen, jó napot kívánok, tanár úr, tehát nagyon jó órákat tartott nekünk, és hogy mennyire fontos az is, hogy a születéskor a baba hogyan érkezik meg. Tehát, hogy amikor az ember így átgondolja az életét, hogy úristen, mi mindent kéne helyre tenni, az egyrészt egy nagyon nyitott és gyönyörű világ, másrészt meg egy nem egyszerű dolog, de ilyenkor jön az a fontossági sorrend, vagy jön a krízis helyzet, vagy jön a megoldandó helyzet, ami valamilyen útmutató arra, hogy akkor most ez az, ami fontos, ez az, amivel foglalkozni kellene. Igen, de úgy érzem, hogy mindig minden azért van, hogy tanuljunk belőle és tapasztaljunk, és hogyha így állunk hozzá a dolgokhoz, akkor ha történetesen nagyon nehéz és rossz az, amit megélünk, hogyha már elindulunk ezen a fajta spirituális gondolkodáson, amit ez a nap most itt képvisel, akkor tulajdonképpen a fájdalmakat is, ha beengedjük, akkor nem szenvedésként éljük meg, nem abban az értelemben kilátástalan szenvedésként, hanem egy javunkra váló, majdan javunkra váló történésé, és ez teljesen más szemszög, és teljesen más minőséget hoz. Mit szólsz ehhez, Cita? Nekem tetszik. Én is azt látom, hogy ugye mindenki úgy gondolja, hogy nagyon jó más embernek a pszichológusa. Tehát, hogy mindenkiben van egy kis pszichológus és a másik ember pszichológusa. Azért, mert valahogy sokkal könnyebben meglátjuk másban a
hát akár a problémát, de akár a jó dolgokat is, és hogy milyen érdekes, hogy sokkal kevésbé magunkba. Pedig, gondolom nem árulok el titkot, hogy csak egyetlen egy ember tudunk megváltoztatni, és a saját magunk, tehát mi magunkat. Nyilván hatással lehetünk a többi emberre, ami változásunkon keresztül, de csak magunkat tudjuk megváltoztatni. Úgyhogy nekem az nagyon szimpatikus, és igyekszem ezt szerint élni az életem, hiszen pont a rákbetegek kapcsán látom, hogy az első, ami legerősebb érzés, az mindig az önsajnálat. Ugye amikor kiderül a diagnózis, akkor az összes rémkép, régi történet minden egyszer oda tolul a fejébe. Azt szokták mondani, hogy szinte kiürül körülöttük a tér, és csak ez zakatol a fejükbe, és elindul egy önsajnálat. Az első lépés mindig ebből az önsajnálatból való kimozdítás, és hogy, amit te mondtál, Timi, az előbb, hogy megpróbáljuk azt az utat bejárni, hogy mire akar megtanítani a betegségünk. Vagy egyáltalán az a krízishelyzet, amiben belekerültünk, hogy mit akar tanítani számunkra. És hogyha nem sajnáljuk magunkat egy-egy rossz helyzetbe, nem dabonyázunk a negatív érzelmekbe, hanem megpróbáljuk pozitívra fordítani, hogy mire akar megtanítani. Egyrészt egy fejlődést indíthat el, másrészt pedig azok a negatív érzelmek talán kívül maradnak. Egész egyszerűen szerintem ez a fajta hozzáállás jelenti az elfogadást. Így van. Tehát tulajdonképpen, ha most nézzük a délelőtt elhangzottakat, akkor az én belsőm, vagy ahhoz a forráshoz való kapcsolódással tulajdonképpen értelmet nyer minden nehéz és szenvedéssel teli történés is az életembe, és ha ez így van, akkor akár még hálát is érezhetek azért, hogy ez segít nekem meglátni önmagamat, meglátni azt, hogy én ki vagyok, és segít felszínre hozni azokat az elengedésre váró elakadásokat, feszültségeket, amik még bennem vannak. Még egy érdekes dolog jutott eszembe, hogy amikor kritizálunk másokat, hogy milyen jó önismereti forrás, mert mindig azt veszük észre a másikba, ami bennünk is hibázik. Azt szoktam ajánlani mindenkinek, hogy fordíts vissza, tehát amit észreveszel másban, figyeld meg, hogy az benned hogy működik, hogy hol tartasz te abban a dologban. És azt gondolom, hogy akkor az önismeret elindulhat. A másik, hogy az ítélkezések nyomában a minősítések, értékelések és főleg a negatív ítélkezések nyomában mindig ott vannak a negatív érzelmek. Úgyhogy sokkal jobb lenne, ha inkább arra törekednénk, hogy mire akar megtanítani, és nem másokat minősítünk. Igen, és itt jön be a lényeg, hogy a világ az olyan, amilyen, az emberek ahány annyiféle, de azt, hogy én a saját életemet hogyan élem, és milyen minőségben, és belül milyen energiával töltöm meg, negatívval vagy pozitívval, az viszont teljesen rajtam múlik. Igen, még ehhez is, és amit mondtam a fájdalommal kapcsolatban is, van egy nagyon fontos terápiás élményem, hogy nagyon megtanuljuk a dühünket, meg a fájdalmainkat maszkírozni, és igazából legnagyobb részt a gyerekekkel is, és a felnőttekkel is azon dolgozunk, hogy nem a vélt, hanem a valós dühünket és a valós haragunkat ki tudjuk mutatni. Ugye nincs igazából szocializált viselkedésünk a tünek meg a haragnak a megélésére, és akkor tulajdonképpen Zita sokkal jobban tudja nálam, de ugye ez aztán annyira frankon visszaforgatjuk a saját testünkbe, hogy az összes dühünk és az összes haragunk tulajdonképpen magunk ellen fordul. És az első lépcső az, hogy egyáltalán merjünk dühösnek és haragosnak lenni. Mert nagyon sokszor az, amikor ugye a spiritualitást éljük, vagy ezt az utat járjuk, akkor ugye megkapjuk azokat a
mondatokat, hogy legyünk harmonikusabb, békések, és ezért néha vállalom, hogyha valaki megkövez, de én biztos vagyok benne, hogy anélkül, hogy az alapokban elrejtett fájdalom magokat, csomagokat, amit mondjuk analitikus szögből azt mondjuk, hogy az elfolytásokat ne tárnánk föl, arra nem lehet új épületet húzni. Tehát ez annyira alapvető lenne, és ami nagyon fontos, hogy a fájdalmunk, meg a dühünk mögött, már elszóltam magam, Freud dolgozott, tehát a dühünk alatt, meg a dühünk mögött, meg a fájdalom van, és a szeretet iránti igényünk. És hogyha már a dühnél elakadunk, akkor a legmélyebb igényeinket és vágyainkat sem találjuk, és ez általában nyilván adódik a születésből, meg a gyerekkorunkból, meg az anyával, meg az apával való kapcsolatból. És pont olvastam most a Bert Hellingernek ezt a mondatát, hogy a végső állomás és a végső út az a fájdalomnak a megélése. És hogy miért? Hát nem tudom. Ezt majd olvassák el pontosan, mert nagyon, nagyon pontosan a Hellinger Intézet honlapján van, de hogy ezen tényleg elgondolkoztam, hogy például a születések kapcsán is azt látom, és most, bocsánat, most női szemszögből mondom, hogy divat nem fájdalommal szülni. Lehet, hogy ez így furán hangzik, de hogy inkább megkímélni magunkat, de közben annak valami olyan átlényegítő, olyan áttisztító spirituális hatása is van, hogyha mindezt megéljük. Pontosan olyan, mint az élet meg a halál, és ugyanez a fájdalomnak a megélése is, hogy igenis hozzátartozik, de addig, amíg úgy akarunk élni, hogy nem fáj, addig az életünk lényegi valódisága nincs meg, vagy a lényege, vagy az igazi valódi életünk nincs meg. És a fájdalomnál nem kell tovább menni, csak az, hogy milyen érzés, ha kimondom a páromnak azt, hogy nekem ez így nem jó. Vagy nekem ez így nem akarom így tovább. És az nekem is fájdalom, és ha szeretem, neki is fájdalom. De azt gondolom, hogy ezek még azok a dolgok, ami már kattog az agyunk, hogy jól csináljuk el. Most gyorsan visszaadom, mert nem kapcsoltam ki a mobilom. Hát most ennek kapcsán akkor eszembe jutott nekem is, amit elmondtál, hogy ez egyfajta őszintesség. Tehát, hogy vállaljuk. Hát vállaljuk az érzéseinket. Nem vállalja, a mai embere nem vállalja az érzését. Nem mer szeretni például. Tehát olyan, mintha az valami bűn lenne. Tehát miért baj az? Mondok egy példát. Az anyukámnál voltam egy héttel ezelőtt, és ott volt a szomszédasszony. És egész egyszerűen megöleltem a szomszédasszonyt. És az anyukám nagyot hal, és utána másnap megkérdezte tőlem, hogy mit csuktál a fülében. Hát mondom, nem soktam semmit. Ő is ezt mondta. Hát mondom, akkor miért gondolom, hogy így csináltam? Tehát, hogy nem azt nézte, hogy most én megöleltem, csak azért, mert ott volt, és megöleltem. Adtam neki egy kis szeretetet. Hanem ez valami hátsó szándék volt benne. Tehát ezt mondom, hogy miért baj az, hogyha szeretetet adunk valakinek. Erről az jutott eszembe, hogy mindig valami feltételhez kötjük az örömeinket, a boldogságainkat. Ugye majd, ha meg lesz, majd, ha elvégezzük az iskolát, majd, ha férjhez megyünk, majd, ha gyerekeink lesznek, és addig majd, ha még egyszer csak véget ér az élet. Volt egyszer egy trénerem, ő azt mondta, hogy állj oda reggel az ablakba, nézzél ki rajta, és mondd azt, hogy boldog vagyok, csak úgy, minden indok nélkül. Mindig elmosolyodok, amikor eszembe jut, csinálom, próbálják ki. Tényleg olyan, mintha belülről elindulna egy mosoly, és elmosolyítjuk magunkat. Hát igazából ennek a rendezvénynek is az a célja, hogy gondolkodjunk el azon, hogy boldognak lenni, az csak rajtunk múlik. És én azt mondom, hogy mindenben meglátni a jót, mert mindenben meg lehet. Ez meg én azt mondom, hogy induljunk el ezen az úton, és biztosan, hogy közel lesz az, amikor megtaláljuk magunkban azt a boldogságot, hogy nem lesz semmire szükségünk, csak saját magunkra. Úgyhogy én azt mondom, hogy ez volt a végszó. És köszönöm nektek, hogy elfogadtátok a meghívást. Nyilvánvalóan ezen a nagy rendezvényen nem tudunk mélyen belemenni egy-egy témába, de talán egy-egy gondolat megérintette önöket, titeket, ha megengeditek, hogy tegezzelek benneteket, és hát valamit hazavisztek talán belőle. Nektek pedig megköszönöm ezzel a Viktória figurával,
aminek ismét elmondom az eszmei oldalát, hogy ugye az a győzelem. Tehát, hogy én nektek is azt mondom, hogy biztos nektek is van még leküzdeni valótok saját magatokkal kapcsolatban, és a pillangó rajta viszont azt jelképezi, hogy teljesen a bábállapotból ti is jöjjetek ki, és váljatok igazi pillangóvá, és köszönöm, hogy itt voltatok. Miután kaptam egy kérdést, így aztán odaadom Lacinak, hogy a mikrofonba kérdez, hogy mindenki hallja, jó? Jó. Elnézést, nem fordulok hátra. Most egy kicsit konosz leszek. Én nagyon sok értékes és nagyon sok jó dolgot hallottam, amit már hallottam is, valamit nem hallottam is. Viszont pontosan azt fogott meg a mai délutáni címben, hogy nézz szembe félelmeiddel és találd meg önmagad, írd át az életed forgatókönyvét. Önmagunkról sokat beszéltünk, a félelem szó egyetlen sem hangzott el. Én azt szeretném megkérdezni a két szakembertől, hogy az én hitem szerint az ember fejlődésnek és az önmagának való megtalálásának pontosan megakadálya a félelmek. És én azt gondolom, hogy a félelmek által működünk és működtetnek bennünket külső erők is. Én azt szeretném, hogy egy pár szót ezekről a félelmekről és ezeknek a megoldási lehetőségéről beszélnének önök. Bocsánat, de ebben a mosolyban én azt látom, hogy ön sokkal többet tud nálunk ennél, mert pontosan így adta át ezt az üzenetet, úgyhogy egy kicsit én ilyen máshogy érzem ezt a kérdést. Én azt gondolom, hogy én beszéltem erről a falak lebontásánál, ugyanis ott egy nagyon nagy félelem az, hogy az újjal szembenézzünk, ez az én álláspontom. A félelem és a változás kapcsán is én úgy gondolom, hogy beszéltünk, mert alapvetően a születés, mint forgatókönyv, ott tulajdonképpen a szülőcsatornán, ahogy végigmegy a baba, és amikor ugye egy pillanatra ott megállunk a szülőcsatornában, akkor ez egy nagyon félelmetes állapot, ahol ez a szorító érzés van, és ott dől el az, hogy összeszedve az erőforrásainkat saját erőből változtatunk-e ezen, és azt gondolom, vagy pedig akár segítenek az orvosok kívülről. Úgyhogy nekem az utóbbi időben ez egy ilyen nagyon fontos élményem lett, hogy a félelemhez való viszonyunk az nagyon-nagyon intenzíven kötődik, ha csak ezt az életünket nézzük, a születés élményünkhöz. Tehát amit ott a születéskor megélünk, az nagyon-nagyon, tehát mivel én relatíve pici gyerekekkel dolgozom, döbbenetes képeket hoznak, vagy élményeket hoznak ezekről a beszorítva, legátolva, gátolva lenni állapotból, és hogy ez egy nagyon, ez egy sejtszintű élményé válik. Vagy amit átélünk a magzat létünkben, azáltal, hogy akarnak, nem akarnak, várnak, nem várnak, haragszanak-e ránk, és én az utóbbi időben a félelmeknél ezzel dolgozom a legtöbbet, gyerekekkel. Aztán a következő lépés az, amit a szülőktől látnak a gyerekek, tehát én azt gondolom, hogy én ennek az oldásában azt láttam, hogy amikor egy születéstréninget csinálunk, akkor tulajdonképpen azzal, ahogyan végigmegyünk, előkészítve természetesen technikailag ezen a szülőcsatornán, akkor egy új erőforrás, az itt és most és a felnőtt létből való döntésnek az erőforrása megnyílik, és a félelem már inkább egy jelző rendszerré válik, hogy mi az, ami az irány, mi az, ami a feladat, mi az, amit le kell küzdenem, mint egy gátló tényező. Tehát aki nyílik, kinyílik, vagy az önismeret útjára tér, annak én úgy látom, hogy egy idő után a félelem átalakul, és inkább így egy ilyen felvillanó fény lesz, hogy aha, valószínű, hogy arra felé kell nagyon haladnom, és arra felé kell mennem. Nekem ez a terápiás tapasztalatom, tehát én főleg így találkozom a félelemmel. Én úgy találkozom a félelemmel, hogy először is a betegségtől való félelem. Amikor erről is volt néhány szó, hogy próbáljuk úgy oldani, hogy megnézzük, hogy mire akarja megtanítani a betegség. Nagyon fontos egyébként kérdésként, mert nagyon sokszor találkozom olyannal, hogy pontosan azért betegszik meg rákban, mert retteg, hogy rákbeteg lesz. És olyan, mintha behívná
az életébe, és hogy ezek a félelmek megjelennek a valóságban. Abban a pillanatban, ahogy megpróbáljuk megfordítani a félelmeket, tehát a betegségtől való félelmet, hogy mi az, ami előnyt jelent számára a betegség, mire akarja megtanítani, akkor ezek oldódnak, tehát az önsajnálatból így tudunk tovább lépni a változás felé. Találkozom még az önkorlátozó hiedelmekkel, ugye ezek is félelm alapúak. Itt is vannak olyan hiedelmeink önmagunkról, és erről is volt szó, mert végülis a változás ugye erről szól, hogy beragadunk mintákba, a viselkedési és gondolkodási mintánkban, amit hozunk a szüleinktől, ott beváltak. Az az igazság, hogy a saját életemben is megtapasztalom, hogy ami 10 éve működött, az most nem biztos, hogy működik. Tehát fölülírjuk ezeket az önkorlátozó hiedelmeket. Először is felismerhetjük, ugye, hogy mi az, ami korlátozza őt az életében, a fejlődésében, és utána meg lehet változtatni, hiszen tanult viselkedés a félelem, így tanulással meg is változtatható. A harmadik terület, ahol találkozom a félelemmel, ez a haláltól való félelem, ugye ez a legősibb félelmünk, valahol az elveszés, elvesztés félelme. Én mindig megkérdezem a betegeket, hogy mi számára a félelem. Nehezen tudják megfogalmazni, mindig ilyen válaszok jönnek, hogy a fájdalomtól fél, a kiszolgáltatottságtól, hogy nem tudja, hogy mi vár rá utána, hogy hiányozni fog-e neki utána a család. Hát mondtam, hogy utána nem tudom, hogy mi fog hiányozni. De ezt a Simon Tonicnak van egy nagyon szép technikája, ami a halálélmény feldolgozása, és úgy dolgozunk ezzel, hogy egy meditációs technikában végigvezettünk egy meghalás, illetve újjászületési folyamatot. Ez egy nagyon nehéz, de nagyon szép technika, és ezzel egy kicsit ahhoz tudom hasonlítani, mint akik visszajönnek a klinikai halálállapotából, és nagyon hasonló dolgokat mondanak el. Egyben mindenki közösen mond, hogy onnantól kezdve nem fél a haláltól. Én itt találkozom. Elegendőbb volt, szerintem ez kimerítő volt. Ha valaki szeretne még valamit kérdezni? Hogyha nem, akkor megköszönöm nektek most újra, és adok is egy puszit.